Sziasztok! Ebben a videóban Viki ki fog sminkelni. Igazából nagyon sokan kértétek már, meg szerettétek volna, úgyhogy most úgy döntöttünk, hogy van rá egy kis időnk, úgyhogy miért ne. Igazából nagyon nem szeretem, hogyha van valami az arcon, úgyhogy nekem ez egy kicsit így kínzás is lesz, de aztán még lehet, hogy megtetszik, és örökké csak sminkbe fogtok látni. Úgyhogy kezdjünk neki, és hajrá! Mit csinálsz velem? Na jó, hát egyen semmi. Köszi. Na sziasztok, én leszek a belső hangotok. Mint látjátok, Viki megtisztítja az arcomat. Jaj, mi meg se száradt. Úgy nem szedtem valami van az arcomon, pont a krémet, tényleg rosszul volt. De hogy kötötted fel a hajamat? A kínzás első fázisa megkezdődött. A nevetésből rájöhettetek, hogy Viki amúgy ezt élvezi. Ezt most így suttogva fogom mondani. Mint látjátok, teszem magam a kamerának. Ha nem vettétek volna észre, nagyon mitaszeres és pattanásos vagyok. A nevetés, amit pedig hallottatok, hogy közvetlen a mikrofonba, az is volt. Elkezdtek megjelenni rajtam a bárányhimlő első jelei. Egyre több pötty és kiütés jött ki rajtam. Ekkor jöttem rá, hogy a pöttyös az igazi. Erőteljes mozdulatokkal eldolgozza a bárányhimlőmet. Egyáltalán nem fájdalmas, csak úgy tűnik. A következő kínzó eszközt szemlélem éppen. Húha, milyen kancsalul nézek rá, látjátok ti ezt? Ilyen tök sukárul nézem, ahogy sminkel. De húzz fel. Ja, nem tudtam, hogy felhúzódod. Ez nagyon érdekes, ilyen puha testű valami. Komoly koncentrációt vesz igénybe a monokli elkészítése. Amíg csak az egyik oldalra kerül monokli, addig elég könnyű kimagyarázni az egészet. Á, látnád a másikat. Ám amikor a másik szemnél is megjelenik a monokli, akkor már sokkal nehezebb kimagyarázni a dolgot. Kind of really chickish. This is my point. You touch my tra-la-la. Az állat ásítással tudatja velünk, hogy jól szórakozik. Ez egy nagyon fontos dolog, csak nem tudom, hogy miért van. Egyébként csak azért beszélek ilyen marhaságokat, mert halvány lila gőzöm sincs, hogy pontosan mit csinál a Viki, ő pedig nem narrálta fel az egészet, úgyhogy elmondom az én szemszögemből. És ki? Nincs megszáradva. Szép lesz amúgy. A smink azt elhiszem, hogy szép lesz. Kedek? Igen. Erőlek, hogy így mondom. De én nem leszek az. De. Ó, tudom mi ez. Na mi? Highlighter. Így van, csillag. De ezt az arcokkal tudod? Jó, most a csillagásom lesz. És itt következik a szemtus. Ez egy nagyon veszélyes folyamat, ugyanis könnyű elrontani. De ti gyorsan túl lesztek rajta, mert ti csak a megvágott képeket láthatjátok. Szempilla spirál. Abban jó vagyok. Nem, csak úgy értem, hogy jó vagyok benne, hogy szép hosszú a szempillám, és mindig fölkenődik ide. Nyisd ki. Nem kell félned. Jaj!
Oké. Így kell, nem? Fölfele nézek. És itt következik. Nem bírom tovább. Cilíci, hagyd már rá, miért csinálsz? Jó van már. Hi sister, I'm James. Look at my face. Look at my face. Look at. Okay. Tuli. Hogy jön a mára? Oh, tudod a dolgot. Vigyázz, mert éhes vagyok. Hamamamam. Ez itt azt hiszem a highlighter, amiből az orrom hegyére is jut, hogy lássátok milyen szép. Na ott alsó fázis. Ennyi lett volna ebből a kellemetlen videóból. Jó, oké. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek. Remélem, hogy örülnek, akik szerették volna ezt látni. Nagyon szépen köszönöm Vikinek, aki megcsinálta nekem ezt a csodaszép sminket. Nagyon ügyes szerintem. Nem tartom valószínűleg, hogy sűrűn fogtok így látni, de amúgy szinte élveztem. Úgyhogy tényleg találkozunk a... Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Találkozunk legközelebb.